Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következő beszélgetés előtt a Vigyázz a madárra című gyönyörű dal jutott eszembe, nem véletlen, hiszen nagyon sokat fogunk madarakról beszélgetni. Pedig a beszélgetésünk fő témája dr. Berkényi Tamás, a Székesfehérvári Vadmadár Kórház alapítója, vezetője. Köszöntöm sok szeretettel a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Nagyon érdekes választás egy állatorvostól, hogy a madarakat válassza, bár a másik oldalon pedig elfogadott, hiszen Magyarország és így Fejér megye madarvilága is nagyon színes és gyönyörűek. De valahogy egy kisgyerek, amikor az állatokkal foglalkozik, nem biztos, hogy mindjárt madárral kezdi. Hogy választotta ön pont az állatorvosi szakmát és ezen belül a madarakat? Az állatorvos szakma nem volt kérdés soha, én úgy hallom a szüleimtől. Úgy emlékszem vissza, hogy soha nem is gondoltam másra, csak hogy én állatorvos leszek. Ez nagyon korán jött, volt egy pici családindítatás a nagyszülők oldaláról. Én világéletemben városi gyerek voltam, de mindig gyűjtöttem mindenféle állatot mindenhonnan. Ez úgy körülbelül a születésem pillanatától szerintem meghatározott volt. A madár egy picit más, ott a szüleimnek szerepe volt, mert ők nem akartak panel lakóként állatokat tartani a lakásba, és azt a megoldást találták ki, hogy tartsak valami picike kis pintyet, az majd nem foglal sok helyet, és akkor ők ennyivel letudják az állattartást. Hát nem ez lett belőle, mert hát azóta a madár szerelem megvan és kitart, és valószínűleg ki is fog tartani már. Te ez azt jelenti, hogy már gyerekként a pintyet nem csak csodálta, meg úgy jó volt, hogy van a lakásban, hanem ápolta és törődött vele? Én mindent megtettem értük. Az első pintyet megvettem, utána kitaláltam, hogy ennek kell egy pár, utána kitaláltam, hogy neki fészek kell, utána kitaláltam, hogy milyen odukat kell építeni, úgyhogy a mi vasárnapjaink azzal teltek, hogy apámmal különböző ketreceket, röbdéket, odukat és egyebeket gyártottunk anyám nem túl nagy örömére a panellakásban, és építettünk, és egyre több és több madarat neveltem. Beindult a költés, jöttek a fiókák. Nagyon, nagyon komolyan végeztem én ezt a madár tenyésztést már ott ilyen 5-6 éves koromban. Amikor az állatorvosi egyetemre került, akkor is már az volt a cél, hogy egyszer, hogyha ez megvan, akkor madárra szakosodik? Nem, akkor még minden. Tehát a kollégiumi szobánk az úgy nézett ki, mint egy állatkert. A szobatársaim nem túl nagy örömére mindent vittem. Tehát ez 20 évvel később, vagy 15 évvel később is ugyanúgy ment, mint pici gyerekkoromban. Vittem haza a galambokat, vittem haza a hörcsögöket, sőt, egyszer extrém módon eljutottunk odáig, hogy még kutyát is tartottunk titokban a kollégiumi szobában. Ezt abban az időben nem szabadott. De voltak ott éjszakai deguk, és más állatok, amit nem mindig viseltek jól a szobatársaim, de becsületükre legyen mondva tolerálták, és hát iszonyatosan nagy számú állatot tartottunk a kollégiumban. De akkor még nem volt a madár. Voltak madarak is már a kollégium szobámban, de ezt nem mondhatnám, hogy én akkor már vadmadárkórház alapítása és madaras állatorvoslásra készültem volna. Az tény is való, hogy akkor megfogalmazódott már bennem, hogy egy picit inkább az egzotikus állatok irányába mennék el, nagyon izgatott, hogy eljussak Afrikába, és ott majd ilyen farmról farmra repülő állatorvos leszek, illetve vadállatok állatorvosa leszek, mentőhelyeken fogok dolgozni, és tulajdonképpen ez nem mondhatnám, hogy ez az álom eltűnt volna, vagy ez a vágy ez eltűnt volna. A realitások egy picit mást hoztak, most arra a vadon élő állatok afrikai gyógyítása helyett Fehérváron és Sukoron a vadmadarak gyógyítása jutott nekem. De ha nagyon őszinte vagyok, vagy ha nagyon elábrándozok magamba, ez az Afrika még mindig ott van. A kalandvágy együtt az állatok szeretetével? Hát azt gondolom, hogy sok minden együtt. Egy picit a különlegessége, az egzotikussága, a távoli földnek a vonzása biztos, hogy benne van. Eljutottam különben Dél-Afrikába, eljutottam egy gepárd farmra, ott azon is gondolkoztam, hogy én vissza akarok-e még jönni ide. Pontosan azt találtam, amit mindig is elképzeltem, a vadonba befogott sérült állatnak a meggyógyítása, a rehabilitációja, a gepárd az egy fokozottan védett fajnak a mentése, tenyésztése, zárt téri szaporítása, és minden ott volt, amit tulajdonképpen mindig is elképzeltem magamnak. Ehhez meg is van a diplomája, a másod diplomában. Igen, én minden állatorvos már Magyarországon elvégezte a
elvégeztem én is az általános állatorvosi egyetemet, vagy a szakot, és ezt követően különböző irányba lehet specializálódni nálunk is. Én az egzotikus állatok szakállatorvosa lettem. Igen, ez ott egyfajta végzettséget, bár azt gondolom, hogy egyszer eljutok Afrikába gyógyítani, akkor ott elsődlegesen nem ez a diploma, hanem a gyakorlat talán, ami többet nyomna alatba, és hát madárban, egzotikus állatban, de főképp madárban és vadonülő madarakban azért ez egy elég hosszú idő, ami eltelt már. A gepárdok gyógyításában nem csak a gyógyítás tudása az izgalmas, hanem az is, hogy lehet megközelíteni egy ilyen állatot. Ez minden vadállat esetében így van, illetve ha megkérdeznénk a kollégákat, nagyon sokszor ez a házi kedvencek esetében is így van, hiszen minden állatorvos kollégának volt már olyan tapasztalata, amikor a tulajdonos fölteszi a kezét a kuvasz mellett, és azt mondja, hogy ő nem rögzíti, amíg be kell oltani a kutyát, ugye ez a legegyszerűbb példa rá, és bizony az állatorvosnak ott is helyt kell állnia, de való igaz, egy repülőről követni egy sérült állatot Afrika közepén, leszállni hozzá, meggyógyítani, akár ott a helyszínen első segélyben nyújtani, azért az egy nagyon komoly kaland, remélem, hogy egyszer még megadatik. Visszatérjünk a pályafutásához, az egyetem után Korbonztanon dolgozott, ez a kutatás reményében volt választott terület? Hát igen, fiatalon az ember meg akarja váltani a világot, én azt gondoltam, hogy hatalmas kutató leszek, és nagyon nagy dolgokat fogok felfedezni, és volt egy mentorom, egy tanárom akkor az egyetemen, aki a TDK témavezetőm is volt, Rudas Péter, ő egy nagyon, nagyon okos ember, egy nagyon jó mentor volt a szó klasszikus értelmében, és azt mondta, hogy nagyon jó a TDK-d, nagyon jók a terveid, de ahhoz, hogy jó kutató legyél, oda kell állnod a boncasztal mellé, és tanuld meg az alapokat. És tulajdonképpen ő az élettanról, az élettani tanszékről, ahol terveim szerint majdan dolgoztam volna, átküldött a Korbonztanra, és azt mondta, hogy ott először az alapokat gyűjtsd magadba, és utána gyere vissza. Ennek meg is volt az értelme, hiszen részt vett egy daganatos betegségek megelőzésére vagy gyógyítására használatos gyógyszer fejlesztésében is? Igen, bár ez egy kicsit később történt, mert a Korbonztant azért egy év után ott hagytam. Lehet, hogy megint picit kalandvágyból, mert elmentem Hollandiába. Azt gondoltam, hogy majd Afrikába könnyebben eljutok úgy, hogy lesz egy holland diplomám. Abban az időben a holland diplomának más volt az értéke, mint a magyarnak, és az egyfajta belépőt jelenthetett volna abba a világba. Ezért én elmentem Hollandiába, hogy az Utrechti Egyetemen megszerezzem a magyar és a holland egyetem közötti különbözetet, és majd utána tovább megyek a világba. Ez meg is történt különben, tehát az, hogy elmentem Hollandiába végül, az is egy picit másképp alakult, de végül is éltem egy másfél évet Hollandiában, dolgoztam egy farmon, az Utrechti Egyetemnek a holland nyelviskoláját elvégeztem, ez volt az alapja annak, hogy az ember utána beszél hollandul. Ja, ik spreek Nederlands. Az volt az alap feltétele, hogy az ember beiratkozhasson az egyetemre. Sajnos miután meglett a holland nyelvvizsgám, és felvételt nyertem az Utrechti Egyetemre, akkor még nem voltak olyan csereprogramok, mint ma a mai hallgatóknak ez megadatik. Akkor sajnos elfogyott a pénzem. Hazajöttem kilincselni, és megpróbáltam kalapozni ennek a két évnek még a tandíját, de ez nem sikerült. Úgyhogy végül egy holland farmon farm menedzser lettem, ez egy nagyon érdekes, abban az időben egyáltalán nem ismert pozíció volt, mondanám. Egy igazi holland farmer családba kerültem bele, ahol kezdetben a sertésólak takarítása volt a feladatom, a későbbiekben pedig az egyszerűbb állatészségügyi beavatkozásokat is, heréléseket és egyebeket is, egyszerűbb sebellátásokat is végeztem, de a legnagyobb elismerés talán, vagy a legnagyobb büszkeségem ezen a farmon az volt, amikor az akkor holland, 50 éves holland farmer azt mondta, hogy szakítanak az összes családi tradícióval, és ők most elmennek nyaralni, ami elképzelhetetlen volt abban az életformában, tehát ő is, a nagyapja is, a dédapja is az egész életét a farmon töltötte,
és soha nem mentek sehova, hiszen az állatokat nem lehet elengedni. Azt, hogy abban az időben egy kelet-európai fiatal gyerekre rábízta az egész farmját, ez hihetetlen volt. De különben érdekes, hogy ezt annak idején a felesége is így fogalmazta meg, hogy ő soha nem gondolta volna, hogy az ő férje egyszer megbízik valakibe, és egyszer kiteszi a lábát a farmról. Persze hatalmas öröm volt a családnak, hiszen két kisgyerekükkel elutaztak nyaralni, és hatalmas felelősség volt számomra, hiszen rettegtem, amikor az olasz kamion megérkezett, ahova föl kellett pakolni azokat a bárányokat, akiket éppen eladtunk. Féltem akkor, amikor megérkezett, vagy aggódtam, amikor megjött az ottani állatorvos, és megnézte a szarvasmarha telepen a tejminőséget, és a többi, és a többi. És mindezt egyedül, 25 évesen, egy teljesen más világban, ne felejtsük el, hogy azért itt még más rendszer volt abban az időben. Ez egy nagyon komoly feladat és kihívás volt. Tehát nagyon tetszett, nagyon, nagyon örültem neki, hogy ott lehettem végül is. Megint másképp alakult az élet, visszajöttem Magyarországra, és akkor jött ez a bizonyos daganat kutatás. Visszajöttem Hollandiából Fehérvárra, a Fehérvári Állatkórházban kezdtem dolgozni, és a Fehérvári Állatkórház kapott egy megkeresést az akkori Hyde Kft-től, Somjai Gábortól. Ő foglalkozott ezzel a daganat kutatással, ő egy Szegedről érkezett tudós ember, aki tulajdonképpen a végzésétől kezdve azt vizsgálta, hogy a deutérium, ami a hidrogén egyik izotópja, tehát a víznek az egyik összetevője, az milyen szerepet játszik az élő szervezetben. És az ő feltételezése az volt, hogy a szervezetben normálisan ott előforduló bizonyos deutérium atomnak a megvonása, elvétele a szervezettől lassítja a sejtek osztódását, így a daganatos sejtek osztódását is. Az ő teóriája vagy feltételezése abban az időben az volt, hogyha megtalálja a módját, hogy hogyan vegye el a szervezettől a deutériumot, amit tulajdonképpen a sima csapvízzel, ivóvízzel veszünk fel, akkor ezzel befolyásolni tudja a rákos megbetegedéseknek a lefolyását. És ehhez ő elvégezte az ehhez szükséges vizsgálatokat, és amikor odáig jutott a vizsgálat vagy a kutatása, hogy nagyobb méretű állatokon, kutyákon, macskákon kellett volna kipróbálni ezt a csökkentett deutérium tartalmú vizet, ma már úgy ismert, hogy DD víz, vagy kutyák esetében, macskák esetében Vetera, emberek esetében Preventa, ha szabad mondani nevet, nem tudom, mi mondhatunk nevet. A lényeg az, hogy ez a csökkentett deutérium tartalmú vízhez keresett vizsgálati helyszínt, és így kerestem meg a Fehérvári Állatkórházat, és engem nagyon izgatott ez a dolog, nagyon érdekelt, hogy hiszen visszakapcsolódott egy picit az én kezdeti korbonctanos kutatási gondolataimhoz, vagy vágyaimhoz, és azért nagyon lelkesen beleszálltam ezekbe a vizsgálatokba, és akkor mi éveken keresztül kutyákon, daganatos kutyákon és macskákon vizsgáltuk a csökkentett deutérium tartalmú víz hatását. Laikusként hatalmas nagy különbség egy csomó állat között dolgozni a gyakorlatban, és bezárva egy laboratóriumban dolgozni. Melyik emberön igazából? Ez a korbonctannál kiderült rögtön. Tehát én nem tudtam ott lenni a laboratóriumban, és nem tudtam ott lenni az elhullott állatok vizsgálatában is megtaláltam az érdekességet, hiszen rendkívül egy nagyon-nagyon furcsa világ, egy nagyon különleges világ, és amikor az ember nem arra koncentrál már, hogy ez egy halott állat, hanem arra koncentrál, hogy mi lehet az egész korforma mögött, akkor ez egy rendkívül izgalmas, tulajdonképpen egy ilyen krimiszerű nyomozás. Nagyon-nagyon érdekes. Úgy látunk erre különböző sorozatokat a tévében is, és azt gondolom, hogy ebből a megközelítésből tényleg helyes, hogy a korbonctan az egy rendkívül izgalmas területe a tudománynak. Nekem, ami nagyon hiányzott, az, hogy ott legyek az állatok között, a szaguk, a mindenük, a mozgásuk, az élő állat hiányzott, és ez tulajdonképpen egy év után kiderült a korbonctan, hogy nem éreztem akkor már jól magam, és elkezdtem keresni azokat az utakat, ahol visszatérhetek, vagy vissza, hát abban az időben azért ezt nem mondjam, ahol inkább élő állatok közelébe lehetek, és hát ez az Afrika, ez ugye mindig kísért, akkor is kísértett, amikor hazajöttem, akkor is, ezért mentem az állatkórházba. A másik nagy vágyam mindig az volt, hogy kórházat csinálhassak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó az is, hogyha kimehetek házhoz, helyszínre, és ott tudok segíteni, de ami engem nagyon izgat, az azt gondolom, hogy a szakmánknak a csúcsa a kórház. Ezzel meg is érkeztünk 1996-ban. Milyen előzmények után hozta létre Székesfehérváron a Vadmadár Kórházat?
Dolgoztam az állatkórházban, mint minden állatorvos, és néha bejöttek egy-egy talált állattal, ez lehetett kóborkutya, kóbormacska, vagy éppen egy beteg galamb, amit le kellett kezelni. Már a helyzetet is, meg az állatot is. És mivel megvolt mindig is a vonzódásom a madarak irányába, és mindig is izgatott egy picit, ami az átlagtól eltérő, én nagyon lelkesen fogadtam ezeket a galambokat és az összes többi madarat, és ennek nagyon gyorsan elterjedt a híre. Az állatvédő szervezetek körében is, illetve azok is, akik hozták be ezeket az állatokat, utána már egyértelműen és célzottan hozzánk hozták, és akkor ez a beteg létszám elérte azt a mennyiséget, ahol már valami megoldást kellett keresni, hiszen az állatkórház profitjából, az állatkórház napi működési költségeiből ezt már nem lehetett megoldani, akkor hoztuk létre az önálló vadmadárkórházat. De az akkor beérkező madarakat, azokat egyértelműen én vállaltam és fölvállaltam, hiszen mindig is nagyon, nagyon közel álltak hozzám. A madár egy picit más, és megint csak a különlegesség és a szokatlanság, vagy az átlagtól eltérő része érdekelt. Nagyon más, mint egy kutya-macska, nagyon más a csontozata, nagyon más a példa testhőmérséklete, másképp kell őket altatni, másképp kell hozzájuk nyúlni. Annyira más a madárnak a szervezete, hogy a kutya-macskás logikával, vagy a kutya-macskás tudással, tapasztalattal nem nagyon lehet egy madarat meggyógyítani. Mondok egyetlen egy példát, a madárnak annyira vékony a csontja, mint egy szívószál, azt nem lehet lemezekkel összerakni, megcsavarozni, amit egy kutyamacskánál vagy egy embernél is meg tudunk tenni, mert szétroppan. Ez olyan, mint amikor egy elszakadt vagy eltört szívószálat belülről nagyon vékony, picike kis drótokkal kell rögzíteni. Ez inkább szokma érdekesség, de a lényeg az, hogy más a madár gyógyítása, nagyon más a madár gyógyítása, mint egy kutyája, vagy egy macskája, vagy egy emberé, vagy egyetlen az emlősökről, ha beszélünk. És ez tulajdonképpen a magyarázata annak is, hogy hát miért kell egy madárkórházat külön létrehozni, miért nem lehet egy rendelőben meggyógyítani őket. Annyira minden más, annyira más eszközökkel, annyira más módszerekkel végezzük a beavatkozásokat, hogy egyszerűbb létrehozni egy madárkórházat. El tudom képzelni, hogy madár és madár között is, hiszen egymás mellé rakjuk a pintyet, ugye a kezdetekből, és mondjuk egy sólyom vagy egy sas madarat. Biztos vagyok benne, hogy itt is hatalmas nagy különbség a gyógyítás. Így van, és nem csak a méretében van, nem egy 4 grammos királyka, vagy egy 4 kilós rétisas között, nem csak a méretben van a különbség, bár abban is. A legnagyobb kihívás nekem az volt, amikor egyszer egy Molnár fecske fiókát, szintén ez a 4-5 grammos kategória, altattunk, és utána egy lábszárcsont törését még rögzítettük is. Persze most a nézők azt mondják, hogy miért kell egy 4 grammos királykának a lábszárcsontját összerakni, de ez egy nagyon egyszerű erre válaszolni. Ha valaki össze tudja rakni a 4 grammos királykának a lábszárcsontját, akkor az össze fogja tudni rakni majd a félmilliós sólyomnak a lábszárcsontját is, amit meg már mindenki nagyon szívesen össze rakna és műtene, mert hát ugye ott komoly számla is állhat a hátterében. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hozadéka ennek az egészén 20 éves madármentésem szakmai hozama, vagy hozadéka az a mérhetetlen gyakorlati tapasztalat, amire tulajdonképpen rákényszerültem, hiszen a rendelőbe behozott gazdás papagájok és más madarakból soha nem lett volna az embernek ilyen jellegű tapasztalata. Soha nem lett volna a 4 grammostól a 4 kilósig madár a kezemben. Soha nem lett volna annyiféle korforma a szemem előtt. Nem hozták volna a későbbiekbe hozzám a tenyésztett papagájokat, vagy nem hozták volna a nagyértékű sólymokat. A madaras állatorvosok körében talán az etalon, vagy a legfontosabb cél az arab országokba eljutni, Dubajba eljutni, Abu Dhabiba eljutni, ahol a világ leghíresebb és legkomolyabb és legmagasabb szakmai szinten működő madárkórházai vannak. Azt a helyet elérni, azt ugye nagyon nehéz, azt a tudást, amit ott meg lehet szerezni, azt nem nagyon lehet másképp és máshogyan megszerezni. Esetleg úgy, hogy Magyarországon 24 éven keresztül évi 6-700 madarat kézbe venni és megpróbálni meggyógyítani. A halottakból próbálom összefoglalni, hogy milyen feladatokat láttál a madárkórház ma Székesfehérváron, ugye a madármentés, a madárgyógyítás, amiről talán még nem beszéltünk, a madarak bemutatása a fiatalabb korosztálynak, illetve hát valamilyen szinten a nevelés ezzel kapcsolatban. Igen, a vadmadárkórháznak
sajnos, vagy nem sajnos velejárója, hogy rengeteg madarat elveszítünk, és rengeteg madarat nem tudunk visszaengedni. Ez abból származik, hogy addig, amíg egy kutyamacska köhög és elszalad a gazdi az állatorvoshoz, addig szerencsétlen madarak ott kint várják, amíg valaki megtalálja, vagy nem találja meg őket. És mire bejönnek, nagyon súlyos állapotban vannak általában, és ezért van az, hogy a beérkező madaraknak körülbelül a felét, nagyon-nagyon optimistán, körülbelül a felét tudjuk visszaadni a természetnek, mert ez a fő cél, hogy visszaengedjük őket a természetbe. A másik fele vagy elpusztul az első 24 órában, mert olyan súlyos állapotba érkeznek, vagy pedig bár életben maradnak, meg tudjuk menteni őket, de nem lesznek soha többet alkalmasak a visszaengedésre, elveszítik egy szárnyukat, egy lábukat, nem lesznek önellátóak. Soha többet nem lesznek a szabad életre alkalmasak, ezeket bemutatjuk. Ha pedig bemutatjuk őket, mert bemutatjuk őket, akkor egyrészt ebben van egy nagyon komoly környezetismeri természet ismertetés, hiszen oda jön gyerek felnőtt, és akkor megmutatjuk neki, hogy ez a madár, ez az erdélyi fülesbagoly, és döbbenten néznek rá, hogy az erdélyi fülesbagolyra azt gondoltak, hogy ekkora, vagy hogy a karvaj az ekkora, tehát nagyon meglepődnek rajta, de hát ez az első. Tehát van egyfajta ismeretterjesztés. A másik, ami nagyon fontos, ha már eljönnek hozzánk, akkor mi nem arról beszélünk, hogy itt van egy karvaj, ekkora, és a többi, mert azt is elmondjuk, hogy miért került be. Ha elmeséljük, hogy ez a madár azért került be, mert elütötték, mert megmérgezték, mert lelőtték, akkor pedig abban a pillanatban eltávolodtunk a szakmai beszélgetésről, hiszen akkor már nem arról beszélünk, hogy hogy fogjuk ezt a törött csontot összerakni, miért is mondanám le ezt egy gyereknek, vagy egy nem szakmabeli felnőttnek, hanem arról kezdünk beszélni, hogy mik azok az okok, amiatt a vadmadár kórházba kerülnek, illetve mik azok az okok, miatt a vadmadár kórházra szükség van. És az okok mindig egyetlen egy szóval összefoglalhatóak, és az az ember. Az ember okozta károk, az ember okozta olyan környezetkárosítások, ami a madarakat is, és persze minden mást is veszélyeztetnek. És onnantól kezdve elkezdünk arról beszélni, és ezt nevezem én szemléletformálásnak, hogy biztosan jó helyen élünk-e mi a világban akkor, amikor ennyire sok mérgezett madár érkezik egy vadmadár kórházba. Hiszen, ahogy említette az elején, Vigyázz a madárra című dal, az nem arról szól, hogy azért vigyázunk a madárra, hogy öncélon az a madár az ott boldog legyen, hanem azért, mert a madárra leselkedő veszélyek azok ránk is leselkednek. És gondolok itt a mérgezésre, közlekedési balesetre, de gondolok az elektromágneses sugárzásra, az elektroszmogra, aminek szerintem a következményét föl se tudjuk még fogni. Nincs még olyan generáció, ami felnőtt volna, például egy wifi sugaras, nincs wifi sugárban felnőtt generáció még, tehát azt gondolom, hogy mi még nem tudjuk, hogy ez mit fog jelenteni ránk, de az elektromágneses vagy az elektromosság hatása a madáron már megjelenik, és a többi. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélni, hogy miért került be a madár, mert bizony azok ránk is veszélyesek, ez a szemléletformálás. És ami még nagyon fontos, és talán ez amit én legjobban kedvelek az egészben, hogy nem csak arról beszélünk, hogy madár, nem csak arról, hogy miért került be, hanem arról is, hogy mi mit teszünk, segítünk neki, és arra kérünk mindenkit, hogy segítsen neki. Hiszen ha segítünk, akkor azt gondolom, hogy empatikusabb lenne a társadalmunk, azt gondolom, hogy együttérzőbb lenne a társadalom, és ha ezt sokszor, nagyon sokszor és nagyon sokszor elismételjük, akkor egy idő után ez be fog jutni az emberek agyába, a gyerekekébe biztos. És innentől kezdve azt gondolom, hogy megérkeztünk a vadmadár kórház céljához, hiszen nem az a fő célunk, hogy meggyógyítsunk néhány madarat, mert ez kit érdekel. Engem, meg még néhány önkéntest, aki velem van, szerencsére egyre többen, de ez egy szűk csapatot érdekel. Azt talán már több embert kell, hogy érdekeljen, hogy milyen veszélyek leselkednek a madarakra, mert ugyanazok ránk is, de talán ami a legfontosabb, az a fajta összefogás, amit mi próbálunk mindenkinek, megpróbálunk mindenkit bevonni, hogy igenis segíteni kell madárnak, de nem csak a madárnak. És az értelmesebbje meg fogja hallani, hogy nem csak a madár segítségnyújtásáról beszélünk. Gyönyörű szép végszó lenne, de azért még így nem engedhetem el, hiszen többen gondoljuk úgy, hogy minden élőlénynek joga van az élethez, mindegy, hogy 4 grammos vagy 4 kilós, vagy a kettő között mondjuk galamb, mert leggyakrabban a városban ezzel találkozunk, hogyha valaki mondjuk, ahogy én is jártam már a ház mellett, vagy a járda szélén, lát egy galambot, amelyen jól látható, hogy nincs jól, hogy már nem tud felrepülni, már nem menekül tőlünk, furcsa állapotban van, akkor kérheti a madárkórház segítségét, mert az embernek a szíve fáját, valami tenni kéne érte.
Erre jött létre a Vadmadár Kórház. Nem azért jött létre a Vadmadár Kórház, hogy a világ összes madarát megmentse. Én nagyon szívesen megtenném, de sajnos nincs rá forrásunk, kapacitásunk, pénzünk és semmi. A Vadmadár Kórház azoknak az embereknek a megsegítésére, vagy segítségére, vagy szolgálatára jött létre, akik úgy gondolják, hogy látnak egy sérült állatot, egy sérült madarat a mi esetünkben, és meg akarják menteni, és nem tudják hova vinni. Hiszen nagyon sok rendelő nem fogad, nem tud fogadni madarat. Mi vagyunk azok, akik ezeknek az embereknek segíteni szeretnénk. Tehát azért hoztam létre annak idején a Vadmadár Kórházat, hogyha ön talál egy sérült galambot az útszélén, akkor fel tudja hívni a Vadmadár Kórház ügyeleti számát, ma már tudjon írni egy messenger üzenetet nekünk, vagy akár elhozza hozzánk a Vadmadár Kórházba, mindenféle előzetes jelzés nélkül is, ugyanis az emberi babamentő inkubátorok, a kórházaknál ismert babamentő inkubátorok példájára létrehoztunk egy madármentő inkubátort is, amit kitettünk a kapuba. Ez a Vadmadár Kórház Sukorói telephelyének a kapujában van, mert ott van jelen pillanatban a gyógyító tevékenység, és ebbe az inkubátorba bárki bármikor be tudja helyezni a sérült madarat, és nem hagyjuk ott a sorsára, mert abban a pillanatban, hogy lecsukja a tetőt, az inkubátor tetejét az ember, mindent leírtunk ott egy kis táblán, hogy mit kell tenni. Amikor lecsukja a tetőt, akkor küld nekünk egy e-mailt. Nem csak nekem, a csapatomnak, az önkénteseknek, és aki éppen legközelebb van, aki leginkább elérhető, az odadöcög, kiveszi az inkubátorból a madarat, és nagyon gyorsan megkezdjük a gyógyítását. Tehát ma a Vadmadár Kórház folyamatosan elérhető azoknak, akik madarat szeretnének menteni. Miből tartja fenn magát a kórház? Adományokból, elsődlegesen adomány, adomány és adomány, támogatásokból, nincs hivatalosan folyósított semféle bevétele a Vadmadár Kórháznak. A fő célunk általában az, hogy azok az emberek, akik behoznak egy madarat, mert fontos nekik annak az adott madárnak a megmentése, tőlük szoktuk kérni, hogy próbálják meg annak az egy madárnak a költségét, a kezelésének a költségét vállalni, de ez nem kizárók arra, hogy befogadjuk vagy ne fogadjuk be a madarat. Tehát akinek nincs erre pénze, az is hozza oda a madarat, annak a behozott madarát is meg fog gyógyítani, de értelemszerűen szeretnénk, hogy ezt át tudnák vállalni. Ezen kívül adománygyűjtő akciókat végzünk. Most volt egy szenzációsan jól sikerült örökbefogadási kampányunk, egy virtuális örökbefogadás, ezek védett madarak, nem lehet hazavinni őket, de a kórházban örökre ott maradt madarainknak, most azt mondhatom, hogy mindegyiknek lett egy gazdája, akik vállalták az éves fenntartási költségét a madárnak, ebbe értelemszerűen a gondozása, az etetése, a táplálékát kalkuláltuk ki, és a madaraink ebből a szempontból most elkeltek szerencsére. Vannak különböző más olyan adománygyűjtő akcióink is, amelyek a bevételeket próbálják növelni. Leginkább a kiszámítható és a hosszú távú fenntarthatóságra törekszem, ami azt jelenti, hogy az egyszer 10 000 forint adománynak is nagyon örülünk, de sokkal jobban örülünk annak, hogyha aki a 10 000 forintot nekünk szánja, az beállít egy rendszeres utalást 10 000 forintra, mert akkor tudom, hogy a következő 10 hónapban az a pénz bejön. És így jött létre tulajdonképpen a kampányunk, vagy nem a kampányunk, ez egy állandó adománygyűjtő tevékenységünk lett, ami azt mondja ki, hogy szeretnénk találni 1000 olyan embert, aki havi 1000 forintot tud áldozni a madarakért. Így jött létre az 1000 forint, 1000 ember, ezrek a Vadmadár Kórházért program. Ha találok 1000 olyan embert, aki segít nekünk éven át, akkor a Vadmadár Kórház biztonságosan működik. És mert döbbenetes az egészben, hogy pont itt a Covid-járvány kellős közepén érkezett talán a legtöbb támogatás. Amikor azt gondolta volna az ember, hogy mindenki bajba kerül, elvesztették a munkájukat az emberek, nehézségeik vannak, és a többi, és a többi. És ennek a járványnak a kellős közepén, értelemszerűen mi is azért indítottuk ezt a járványt, mert bajban voltunk, mert gondjaink voltak, elindult a járvány, és hihetetlen támogatást kaptunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, munkájához sok sikert kívánok. Kedves köszönöm. Nézőink, az elmúlt fél órában dr. Berkényi Tamás volt a Fehérvár Televízió vendége. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!